2004-ben még az NB3 Tisza csoportjának negyedik helyén zárta a bajnokságot a Vásáros, ami majd megszűnt a nagypályás foci, sőt még a pálya is a városban. 7 évvel később a megyei harmadosztályban kezdte újra az újjászervezett együttes, ahonnan azonnal feljebb lépett. Következett 3-5. Hely a megye 2-ben, a mostani szezonnak viszont már a feljutást megcélozva vágtak neki a naményiak. Most ezt teljesítettük, nem volt ez egyszerű feladat, hiszen bajnokságot nyerni mindig nehéz. Gyakorlatilag az a 16 csapat, amelyik elkezdi a szezont, mindegyik nyerni akar. Egy városcsapatnak még nehezebb, láthattuk ezt tavaly a Máté Szalka példáján, saját példákon, Gyulaháza példáján, tehát a városi csapatokat mindig külön kezelik a többiek, hiszen mindenki a városi csapat ellen kívánja megmutatni, így volt az idén is, de azt hiszem, hogy egy korrekt küzdelemben a fair play szellemét előttünk tartva és folyamatosan ügyelve arra, hogy ne okozzunk sérülést más csapatok játékosainak, hanem gólokban mutatkozik meg az erőnk. Ezt megtette a csapat, és öröm, hogy az elnökség, a szponzorok munkája, az edzők munkájának koronázásaképpen a csapat pedig oda tette magát, és megnyertük a bajnokságot. A csapat edzője Tivadar András elmondta, hogy a Vásáros naményiak mivel nőttek a mezőny fölé a Kelet-Magyarország csoportban. Szerintem csapatjátékkal. Csapatjáték, a hozzáállása a fiúk, nagyon oda tették magunkat, nem csak a meccseken, hanem edzéseken is. Egyébként a pályán kívül is összetartás volt a fiúkban, hogy együtt volt, mint egy nagy család volt végig. Ez volt szerintem a sikernek a titka, hogy a csapat együtt volt. Fejes János a téli szünetben nyírmadáról tért haza Vásáros naménybe azzal a céllal, hogy bajnokságot nyerjen. Szerintem egy jó alapozás nagyon kellett ahhoz a sikerhez, amit elértünk, meg jó játékos állományunk. A Vásáros namény a bajnokság záró fordulójában szombaton Nábrádon lép pályára. Azt követően 3 hetes pihenőt kapnak a játékosok, majd elkezdődik a felkészülés a megyei első osztályra.